Egymásra találhatnak-e az ország különböző helyein más és más természeti sajátosságokkal, növény- és állatvilággal bíró térségek kisdiákjai? Megismerhetik-e a városi gyerekek a falusi lét varázsát? Remélhetőleg igen. Minden esetre a Fejér megyei Seregélyesi Pelikánháza több éve gazdag programokkal várja a megye iránt érdeklődő iskolákat. A erdőiskola, mint tevékenységi forma, egy olyan oktatást jelent, hogy a anya iskolától távolabb. Most ez nem kell, hogy 200-300 km legyen, lehet, hogy 5-10 km-re, de anya iskolától távolabb egy többnapos tanulásszervezési forma, ahol a gyerekek szervezett keretek között kis csoportos munkában vagy egyéni munkában, de ismerkednek a kiszemelt témakörrel. Ez a témakör ez részben lehet természetismeret, lehet társadalomismeret, lehet kézművesség, néprajzi téma, tehát bármilyen téma az oktatás bármelyik területéről. Az erdőiskola másik megfogalmazásban, mint intézmény, lényegében négy feltételnek kell, hogy megfeleljen. Egyrészt olcsó és kényelmes szálláshelyet biztosítson a gyerekek részére, másrészt megismerjék a gyerekek ott az erdőiskolai programok alapján az adott területnek, megyének, tájegységnek a földtörténetét, néprajzát, élővilágát, állatvilágát. Ehhez a programokhoz szakembereket tudjunk biztosítani, illetve a programokhoz még szükséges felszerelést tudjunk biztosítani. Hogyan alakult ki, hogyan indult ez az erdőiskola itt? Hát 96-ban írt ki a Soros Alapítvány egy pályázatot egy iskola, egy falu címmel. Ennek a lényege az volt, hogy budapesti iskolákat, nagyiskolákat vidéki kis településekkel hozzanak párba. Ez egyfajta házasság közvetítés volt, és ezen a pályázaton indultunk mi is, és hatod magunkkal sikerült nyerni az első körben. Azóta kiírtak egy újabb pályázatot, újabb 9 ház létesült, úgyhogy jelenleg az országban 15 ilyen ház van, mint a miénk. Milyen programokat, milyen lehetőségeket nyújt a Seregélyesi Erdőiskola Fejér megyéről? Hát a hozzánk látogatók megismerhetik Fejér megye földtörténetét, földtanát, morfológiáját, ha ilyen programot kérnek, állat-növényvilágát, védett területeit, megismerhetik a különböző építészeti emlékeket, kastélyokat, azt a kevés vármaradványt, ami éppen a megye területén található, megye történetét, megye városait, legfeljebb néprajzi emlékeit. Hány napra érkeznek ide a gyerekek? Ez változó. 2 nap, bár az nem nevezhető erdőiskolának, az inkább egy egyszerű osztálykirándulás, de aki erdőiskolába érkezik hozzánk, általában 5-7 napra jön. Közel 140 programunk van, amit tudunk ajánlani szakemberrel együtt. Ezért van az, hogy többnyire kiválasztanak ide érkező iskolák egy témát. Például földtörténet vagy a Velencei tó környékének természeti adottságai, és akkor a programokat egy köré szervezzük. És ebbe belefér a Velencei hegység földtani túra, belefér a Velencei tavon a kenuzás, egy kis növény állat ismerettel, belefér a Dinnyési fertőn egy ornitológiai túra, madárgyűrűzés, belefér a Velencei tó környékének a néprajzának a megismerése, tehát gyakorlatilag mindenféle téma, program. Hány gyereket tudnak fogadni itt? Egyszerre 64-et tudunk fogadni, bár akkor egy kicsit telve van a ház. Hát többnyire az 50-es kihasználtságunk az megvan, 50 fős. Erdeiskoláról lévén szó, azt hinné az ember, hogy ez csak nyáron működik, nyáron funkcionál. De mint az előbb beszélgettünk, ez nem így van, hanem szinte egész évben működik ez a Seregélyesi Erdeiskola is. Így van. Ha hagyományos értelme vett erdeiskolát nézzük, akkor az erdeiskola lényegében oktatási időszakban megvalósuló programot jelent, tehát ez tavasztól, vagy ősztől egészen tavaszig tanítási időszak végéig. Nyáron is vannak csoportjaink, de azok vagy természetismereti táborra jönnek, vagy valamilyen szaktáborra, vagy egyszerűen csak egy nyári pihenős táborra jönnek. Milyen lehetőségei vannak a háznak, tehát hogyan tudják elhelyezni a gyerekeket? Mert ehhez az kell, hogy olyan szobák legyenek, olyan felszereltség legyen. Ezt hogyan sikerült megvalósítani? 7 darab 8 ágyas szobánk van, 2 ágyas és 1 4 ágyas szobánk. Ezen kívül egy nagyobb társalgónk van, 2 konyha, tárolókonyha, mosogatókonyha, valamint a szomszéd épületben tudunk egy nagyobb éttermet biztosítani egy nagyobb konyhával, programok részére, főleg a étterem részt. Jó néhány éve működik már ez az erdei iskolai Seregélyesen. Vannak-e visszatérő vendégek, visszatérő gyerekek? Szerencsére vannak visszatérő vendégeink. Rákóczi iskola, Fehérvárról, Jókai iskola, Budapestről, egy 60-i általános iskola, tehát elég sok a visszatérő vendégünk. A seregélyesi gyerekek utaznak-e más erdei iskolába? Igen. Igen, utazunk, és ebben nagyon jó ez a ház, mert csereként tudjuk felhasználni. Részben a seregélyesi gyerekek is jönnek ide ki erdei iskolai programra,
Sokszor nem is úgy, hogy kijönnek 3-4 napra, hanem kijönnek egy-egy programra, és akkor mennek haza, és legfeljebb következő alkalommal egy más programra jönnek ki. Tehát így is ki tudjuk használni a házat, de úgy is ki tudjuk használni a házat, hogy más szálláshelyekkel, más erdeiskolákkal cserélünk. Ilyen volt példa Bakonybél, Börcs, idén Perkupával próbálkozunk, reméljük, hogy összejön, sikerül. A szülőknek mindig az jut eszébe egy-egy ilyen kiruccanásról, hogy vajon mennyibe fog kerülni. Ha a gyerekeket nézzük, a programköltség, illetve az, hogy itt vannak nálunk, egy éjszakára a szállásunk nyári időszakban, illetve tavaszi nyári időszakban 540 forint, fűtési szezonban 630 forint. Étkezés, tehát napi kétszeri meleg, két hideg étkezés, ez 750 forint. Illetve a programjaink vannak, amelyeket tiszteletdíjat fizetünk a programot nyújtó szakembereknek, de ez olyan csekély összeg, hogy lényegben egy gyerekre nézve ez egy csoki árából szinte kijön egy-egy program. Beszéltünk arról, hogy ezt az erdei iskolát egy kuratórium működteti. Kikből Igen. áll ez a kuratórium? Ez az iskolát az általános iskola alapítványa működteti. Alapítványnak van egy hétfős kuratóriuma. A kuratóriumban részben a iskola képviselteti magát, óvoda képviselteti magát, helyi önkormányzat képviselteti magát, illetve helyi vállalkozók vannak még benne. Mennyire érzi sikeresnek ennek az erdei iskolának a meglétét? Mennyire népszerű, mennyire sikerül eladni az országban? Hát szerencsére jól beindult. Egy évben átlagosan 10 000 vendég éjszakát mondhatunk magunkénak. Ebben benne van a seregési gyerekek által töltött éjszakák száma, de a vidékiek száma is. Fehér megyéből évente 4-4,5 000 vendég éjszakát értékesítünk, a többit pedig az ország különböző részén. Szezonban, tehát március, április, május, június elején a 64 férőhelyünk nagyon kevés. Ennek a háromszorosát tudnánk értékesíteni legalább. A programjaink miatt lettünk ilyenek szerintem, mert nagyon sok más szállás kínlódik azzal, hogy megtöltse a szálláskapacitását. Mi viszont rögtön az első évben programokat hirdettünk, és a programokkal nagyon sok embert megnyertünk. Akkor említsük meg, hogy kik azok, akik segítik a munkájukat. Hú, nagyon sokan. Nagyon sokan, és szinte nem is tudnék mindenkit felsorolni. Madártani Egyesület Fejér megyei csoportja, a Zöldkerekasztal Társaság tagjai, akkor a Vadextől kapunk programokat, fehérvizesek segítenek a programokban, helyi vállalkozók segítenek a programokban, helyi kézművesek, egyszerű falusi emberek kijönnek lekvárt főzni, kijönnek különböző kézműves foglalkozásra, vagy lovaskocsizni, vagy lovagoltatni, tehát nagyon sokan vannak. Honnan érkeztek Fejér megyébe, seregélyesre, ebbe az erdei iskolába? Nagymarosról jöttünk a Dunakanyarból, Kittenberger Kálmán általános iskolából. És miért éppen Fejér megyét választották? Mivel Dunakanyarból lakunk, szerintem az ország egyik legszebb részén, ezért olyan helyet kerestem, ahol az Alföldet megnézhetik a gyerekek, mert a hegyeket ismerik, a Dunát ismerik, és valamilyen más tájat kerestem, és egy olyan helyet, ahol kicsit eldugott körülmények között lehetünk mi magunk. Mert ezek a gyerekek, ezek kis létszámú fejlesztő osztályba járnak, úgyhogy azt akartam, hogy mi egy közösségben legyünk, ne kelljen máshoz alkalmazkodnunk. Milyen programokat kapnak itt a gyerekek? Mennyire elégedettek az itteni feltételekkel? Fantasztikus programokat találtam itt, azért is választottuk ezt a helyet. Egyrészt fürödhetünk a Velencei tóba, ami ebben a melegben az egyik legjobb program volt. Aztán megnézték a Gánti barlangot, hajókázunk a Velencei tavon, itt a Dinnyésfertőben tanulmányozhattuk az élővilágot, vízi madarakat nézhetünk, olyat, amik a Dunán nincsenek, és holnap is egy ilyen természetvédelmi programon veszünk részt, tájházat néztünk meg. Úgyhogy szerintem nagyon változatos. Aztán vonzott itt az Icsi kastély, hogy ilyet se látnak otthon a gyerekek. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy kultúrából is kapnak, meg természetből is kapnak, és hát ezért jöttünk ide. Mennyire marad meg itt az iskola jelleg, és mennyire inkább kirándulás ez? Hát igyekszünk inkább kirándulásra tenni. Úgy körülbelül egy órát szoktunk tanulni, igyekeztem egy tréfás feladatlapot összeállítani nekik. A matematikát is úgy csináljuk, hogy az itteni programhoz kapcsolódik. Ki kellett például számítani, hogy a fertőtónak hanyad része víz és hanyad része fedett náddal, meg kiszámoltuk, hogy hány kilométert utazunk összesen, tehát minden az itteni dolgokhoz kapcsolódik. És kb. Egy óra az, ami tényleg olyan iskolás jellegű tanulás, de hát az egész tanulás, csak a gyerekek ezt nem tudják.
A Dunakanyarban van-e hasonló erdei iskola? Igen, nagyon sok van. Én a Zebegényt ismerem, mert mi ott lakunk. Aztán a Visegrádi nagyon híres, oda is sokszor mennek a mi gyerekeink is, de főleg alsóba, és így felsőbe meg igyekszünk már távolabbi helyekre menni. Eljönnek legközelebb is Fejér megyében? Igen, nekem nagyon tetszik ez a hely, úgyhogy remélem, hogy eljöhetünk máskor is.